Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Engem Bosnyák Simon Nikolettnek hívnak, és a PAN Egyetem gazdaságtudományi kar doktorandusz hallgatója vagyok. Az előadásom címe, tudod mi a számvitel? Bizonyára közületek azok, akik közgazdasági középiskolába járnak, hallottak már róla, és azt mondják, hogy igen, tudom mi a számvitel, hiszen hallott róla, tanult róla, viszont azok, akik gimnáziumba járnak, illetve jártak, valószínűleg csak hallottak a számvitelről, úgyhogy most hozzájuk is szeretném egy picit közelebb vinni ezt a területet, és egy pici bepillantást adni nekik a számvitel területébe, hogy mi is a számvitel. Még mielőtt szakmai vizekre elveznénk, szeretnék röviden bemutatkozni nektek. Én 2011-ben kezdtem meg egyetemi pályafutásomat itt a Pannon Egyetemen Veszprémben, számvitel alapképzési szakon, majd a tanulmányaimat számvitel mesterszakon folytattam, és 2017-ben adtam be a jelentkezésemet a PhD képzésre, ahová felvételt is nyertem. A kutatási területem a számvitel keretén belül a környezeti számvitel, illetve a számvitel és controlling, valamint a pénzügy az intézeti tanszéken alapozó tárgyakat oktatok. És most nézzük akkor a számvitelt, hogy mi is a számvitel. Egy picit szeretnélek benneteket a múltba visszarepíteni, és egy kis számviteltörténettel kezdeni az előadásomat, ugyanis már időszámításunk előtt 4500-ban szükségessé vált, hogy az emberek a saját vagyonukról, a vagyonukban bekövetkezett változásról valamiféle feljegyzéseket, nyilvántartást készítsenek. Ezeket nyilván annak idején nagyon primitív módon, primitív technikával tették meg, például fába, kövekre, kavicsokra feljegyzéseket, bejegyzéseket ejtettek, és egy-egy ilyen feljegyzés valamiféle mértékegységet vagy pénzt jelölt. Aztán ez a technika fejlődött a papirusz megjelenésével, majd aztán, ahogy haladunk tovább az időben, a kereskedelmi tevékenység kapcsán már túlmenően a saját vagyon, illetve a vagyonban bekövetkezett változás nyilvántartásán lényegessé vált a kereskedelmi tevékenység eredményének a megállapítása, tehát hogy ez a tevékenység valóban nyereséges volt-e, megéri-e az adott partnerrel kereskedelmi tevékenységet folytatni. Illetve még ezen kívül a kereskedelmi tevékenység kapcsán ugye más szereplők is megjelentek már, úgy, mint a szállító, tehát akitől mondjuk valamiféle anyagot kellett megvenni, és a másik oldalon a vevő, akinek ugye a kereskedelmi tevékenység során értékesítették az adott terméket, árut. És még egy szereplőt emelnék ki, aki szintén fontos szerepet játszott, hiszen ha a tevékenységhez hitelre volt szükség, akkor megjelent az úgynevezett hitelező, és a vele szemben fennálló pénzügyi kapcsolatot, a vele szemben fennálló követeli tartozást is nyilván kellett tartani, és ezekről is ugye valamiféle nyilvántartást, feljegyzést kellett készíteni. A történészek és nyelvtudósok szerint a betűkeletkezése kapcsolatban volt a tulajdonosok vagyonának szükségszerű írásos feljegyzésével, azaz a számvitel keletkezésével. Még a történelmi vonalon maradva egy személyt szeretnék még kiemelni a számvitel kapcsán, Luca Pacioli, akit a könyvelés atyának is neveznek. Itt már az 1400-as évek második felében vagyunk. Ő egy olasz matematikus, ferences szerzetes volt egyébként. Az ő nevéhez kapcsolódik a kettős könyvitel fogalma, kettős könyvelés fogalma. Az ő egyik művében jelent meg ez elsőként, és mint a velencei könyvezetési módszer, vagy röviden a velencei módszer terjedt el, aztán szépen Európában és a világon. A művéből egy gondolatot emelnék ki, hogy ő azt mondta, hogy a kereskedő mindig késedelem nélkül tudjon tájékozódni eszközeinek és kötelezettségeinek állásáról. Ez a meglátás több mint 500 év távlatából is nagyon helytálló, hiszen napjainkban is a vállalkozások sikeres működésének elengedhetetlen feltétele az, hogy a pénzügyi információk mindig napra készen, gyorsan rendelkezésre álljanak és elérhetők legyenek. És ebből az időből hoztam egy nagyon egyszerű gazdasági eseményt, ami úgy szól, hogy Otello úrtól, a velencei Kalmártól vásárolunk 3 hordó bort 10 ezüstpénzért, fizetnünk majd csak később kell.
mit is könyvelnénk, hogyan is könyvelnénk le ezt a gazdasági eseményt. A kettős könyvitelben, a számlasoros könyvelés során úgynevezett számlavázakra könyvelünk. Aki még soha életében nem látott ilyen számlavázat, hogyha lehúnya a szemét egy ilyen nagy T betűt, hogyha képzel maga elé, akkor az körülbelül nagyon hasonlít egy ilyen számlavázra. A kettős könyvelés során, a számlasoros könyvelésben két számlavázat kell érintenünk, két számlavázra könyvelünk. Nézzük meg Otello úr számlavázát, ugye ő az, akitől megvásároljuk a három hordó bort 10 ezüst pénzért, és aztán a kereskedő áruraktárába kerül be ez a három hordó bor, amit majd aztán tovább értékesít. Na, mi történik? Otello úr ugye ad valamit, eladta ezt a három hordó bort 10 ezüst pénzért, ő követeli ezt a 10 ezüst pénzt, tehát neki a számlavázára, a követel oldalára fogjuk rá könyvelni ezt a 10 egységet, míg az áruraktár esetében ez a számlaváz, hogyha ezt nézzük, akkor ugye mi vásároltunk valamit, még nem fizettük ki, tartozunk ezzel a 10 ezüst pénzzel, ez a tartozik oldalára kerül ennek a számlaváznak. Ma is ugyanúgy használjuk a számlavázak esetében a tartozik és a követel fogalmakat, ugye, hogy a szemből nézzük ezt a számlavázat, akkor a nekünk balkész felül eső oldal ez a tartozik oldal, míg a jobb oldal a követel oldal, és a kettős könyvitel során, tehát egy számlaváz tartozik oldalára és egy másik számlaváz követel oldalára könyvelünk. Ugyanúgy használjuk ezt, még egyszer mondom, napjainkban is, annyi különbséggel, hogy ma már semmilyen gazdasági tartalom nincs mögötte. És így a történelmi kalandozásokat követően, mit mondhatunk napjainkban? Ugye a számvitel az üzlet nyelve ma már, ez egy nemzetek feletti nyelv, több mint 400 szakifejezést használunk a számvitelben. A számvitelnek alapvető célja a vállalkozás beszámolójának az elkészítése. Na, mi ez a beszámoló? A beszámoló a vállalkozás vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetét mutatja be. Ez nem egy dokumentum, hanem több számviteli okmányból áll, mint olyan egyik része a mérleg, ami a vállalkozás vagyoni helyzetét mutatja be. Erről úgy is nevezhetjük, hogy egy pillanatfelvétel, hiszen egy adott időpontra vonatkozóan mutatja be a vállalkozás vagyonát. Ez az időpont az üzleti év, vagy a tárgyévnek az utolsó napja, ezt a számvitel nyelvén fordulónapnak hívjuk egyébként. Rendszerint a vállalkozásoknál egy üzleti év a naptári évnek felel meg, tehát akkor az utolsó nap az általában december 31. Ez a mérleg egyébként egy kétoldalú okmány, ugyanúgy két oldala van, mint egy hagyományos mérlegnek, ami akkor van egyensúlyban, hogyha kiegyenlíti egymást a két oldal. Ugyanez van a számviteli okmány esetében is, amit szintén mérlegnek nevezünk. Az egyik oldalán vannak a vagyonelemek, tehát a vagyon megjelenési formáját tekintjük át, vagyonelemek szerint, míg a másik oldalán ugyanennek a vagyonnak a forrása, az eredete található. Ezt az egyenlőséget a számvitel nyelvén egyébként mérlegegyezőség elvének hívjuk, ugye ennek a mérlegegyezőség elvének mindig teljesülnie kell, hiszen mind az eszköz oldalon, mind a forrás oldalon ugyanazt a vagyont látjuk, csak az eszközök esetében a megjelenési forma szerint, míg források esetében a vagyon eredete forrása szerint csoportosítjuk a vállalkozás vagyonát. Mi van a mérlegben? Hogyha azt mondom, hogy vagyon, akkor a legtöbben a pénzre gondolnak elsőként, azonban nagyon fontos megjelenni, hogy a vagyon az nem csak pénz. Gondoljunk arra, hogy vagyonelem egy ingatlan, egy berendezés, ha részvényünk van, akkor az az értékpapír is a vagyonunk részét képezi. Jó, tehát a vagyon az nem csak pénzt jelent, hanem minden olyan vagyonelem, ami a vállalkozás tulajdonát képezi.
És most, hogy már beszéltünk kicsit a szemvitel történetről, megmutattam nektek a mérleget, illetve mutattam egy nagyon egyszerű gazdasági eseményt, most térjünk át picit a szemviteli fogalmakra. Kiválasztottam egy fogalmat, ez a költség. Ugye azt mondjuk ennek kapcsán, hogy minden költség ráfordítás lesz, de van olyan ráfordítás, ami sosem volt költség. Na, ilyenkor azt érzik a diákok, hogy ők itt elvesztették a fonalat, pedig egyébként ez alapvetően egyszerű, az elvét kell ennek megérteni. Na, nézzük akkor, hogy mi is ez a költség, és mit tanítunk mi róla. Ugye az mindenki számára nyilvánvaló, hogy bármilyen tevékenységhez, így a vállalkozási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához is szükség van anyagokra, alapanyag, segédanyag, szükség van gépekre, berendezésekre, aminek a segítségével a tevékenységet, a termelést folytatni tudja a vállalkozás, szükség van munkaerőre, és így tovább. Ezeket összefoglalóan nevezzük erőforrás. Jó? Tehát ezekre az erőforrásokra szükség van a tevékenység folytatásához. Amikor a vállalkozás ezeket az erőforrásokat beszerzi, megvásárolja, akkor ezt nevezzük kiadásnak, tehát amikor kifizeti ezeknek az ellenértékét. Aztán a tevékenység során a termékek előállításához vagy a szolgáltatás nyújtáshoz felhasznál ezekből az erőforrásokból, és az erőforrás felhasználás pénzben kifejezett értékét nevezzük költségnek. Jó, tehát a költségnek ez a definíciója, úgy tetszik, hogy az erőforrás felhasználás pénzben kifejezett értéke, vagy a felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. Na, nézzünk egy nagyon gyakorlati példát a saját életünkből. Most egy picit elrugaszkodunk a vállalatoktól, nézzük a mi gyakorlati életünket, hogy akkor most tegyük egy kicsit rendbe, hogy akkor a kiadás és a költség, mi is a különbség akkor. Hát, ebéd után valami desszertre vágyunk, és szeretnénk palacsintát sütni, remélem a lányok szoktak palacsintát, a fiúk meg biztosan nagyon szeretik a palacsintát. Szükség van nyilván a palacsintához különböző alapanyagokra, liszt, ásványvíz, tojás, tej, egy nagyon alap receptet hoztunk, hát kimegyünk a konyhába, és lám-lám, azt látjuk, hogy sajnos nincs otthon semmi ezek közül, hát mehetünk a boltba. Elmegyünk a boltba, vásárolunk, beszerezzük ezeket az alapanyagokat, veszünk lisztet, veszünk tojást, veszünk tejet, veszünk ásványvizet, sót, és olajat, ugye semmi nem volt otthon, tehát elmentünk és beszereztük ezeket olyan kiszerelésben, ahogyan azt mi a boltban meg tudjuk vásárolni. Összesen elköltöttünk 1924 forintot, ezt kifizettük ezekért az alapanyagokért, erőforrásokért, ezt nevezzük kiadásnak. Na, hazaérünk, megsütjük azt a palacsintát, felhasználjuk a szükséges alapanyag mennyiséget. Ugye most megtörténik az erőforrások felhasználása, arányaiban kifejezzük értékben, hogy a palacsintánkhoz a recept szerint miből mennyi kell, és az milyen értéket képvisel. Így a palacsinta összértéke megközelítőleg 335 forint. Most eltekintünk attól, hogy nyilván van munkaerő, meg felhasználunk energiát. Most nézzük csak az alapanyagokat. Jó, most csak korlátozzuk le ezekre. Tehát mi is történt? Elmentünk, beszereztük az alapanyagokat, vásároltunk 1924 forint értékben, ez volt a kiadás. Ebből sütöttünk 335 forint értékben palacsintát. Na, a kérdés, mi lesz ezzel az összeggel? Kifizetjük-e ezt még valakinek? Nem, itt már nem fizetünk semmit, kifizettük akkor, amikor a boltban megvásároltuk őket. Ez a 335 forint az alapanyag felhasználás értéke, vagyis ez a költség. Jó, hogyha 20 darab palacsintát sütöttünk, akkor egy darab palacsinta értéke 16,75 forint, tehát kerekítve 17 forintra jön ki.
mi itt a lényeg. Ez a palacsinta önköltsége, tehát egy előállított palacsinta költsége. Ha ezt eladjuk a szomszédnak, vagy ha szeretnénk eladni a megsütött palacsintából a szomszédnak, akkor legalább ennyit kérjünk el tőle, hogy az fedezze a felhasznált erőforrások értékét, vagyis a költségét. Jó, ezt használjuk, ugye, mint fedezeti összeg fogalma jelenik meg itt. Tehát ez a különbség a kiadás és a költség között, ugye, hogy nem is annyira bonyolult, ezt csak rendbe kell rakni. Na nézzük meg Váti példán is ugyanezt. Egy autógyár esetében ugye nyilván szükség van alkatrészekre, alapanyagokra, ezt a beszállítótól beszerzi a vállalkozás. Amikor ezeknek a beszerzett alkatrészeknek, alapanyagoknak vagy bármi más erőforrásnak az értékét kifizeti a vállalkozás, akkor ez a kiadás. Aztán ezek, miután beérkeztek, bekerülnek a raktárba, és amikor a termelés során felhasználják ezeket az erőforrásokat, akkor az lesz a költség. A ráfordításról még eddig nem esett szó, ez az értékesítéshez kapcsolódik, tehát amikor mondjuk 10 000 legyártott gépkocsiból mondjuk eladnak, értékesítenek 8 000-et, akkor annak az értéke lesz a ráfordítás. Jó? Tehát a ráfordítás az az értékesítéshez kapcsolódó fogalom, és azt mondtuk, hogy minden költségből ráfordítás lesz, de van olyan ráfordítás, ami sosem volt költség. Erre is mondok egy példát, tehát például, hogyha hitelre volt szüksége a vállalkozásnak, ahhoz, hogy a tevékenységét folytatni tudja, akkor a hitel után fizetett kamat az egy ráfordítás. Ugye az nem egy olyan erőforrás, amit felhasznált a termelés során, hanem az a hitel kamat, az úgynevezett ráfordítás. És az eredmény maga, az a bevétel, illetve a ráfordításnak a különbözete, ugye a bevételekből, hogyha levonjuk a ráfordítást, akkor így kapjuk meg a vállalkozás tárgyévi eredményét. És miért jó, hogyha ilyeneket tudunk? Mi leszel akkor, hogyha számviteles leszel? Egy számviteles végzettség az ma már nagyon értékes, napjainkban is nagyon értékes, hiszen a pénzügyi és számviteli képzettséggel rendelkező szakemberekre minden ágazatban is mindig szükség lesz. El lehet helyezkedni bankoknál, non-profit szervezeteknél, Magyar Államkincstárnál, a NAV-nál, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, vállalkozásoknál, multiknál, KKV-knál. Tehát ez egy olyan végzettség, amivel nagyon sok helyen el lehet helyezkedni, nagyon nagy lehetőségei vannak annak, aki ilyen számviteli végzettséggel rendelkezik, és az egyik legjobban kamatoztatható végzettség egyébként. Mégis azt látjuk, hogy sokan tartanak, picit félnek ettől a szaktól. Ugye vonzó a pénz az egyik oldalon, ugyanakkor meg maga a számvitel ijesztő. Azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy itt nagyon mély matematikai tudásokra lenne szükség. A 4 alapvető művelet, összeadás, kivonás, osztás, szorzás és százalékszámítás, amit mi használunk. Ezen kívül pedig, amit fontos még elmondanom, hogy alapvetően nem könyvelőket képzünk mi az egyetemen, hanem közgazdászokat, ugye pénzügyi és számvitel szakon. Szóval én bíztatni tudok mindenkit, hogy ismerjék meg picit jobban a számvitelt, jöjjenek el hozzánk, és egy ilyen végzettséggel szinte végtelen a lehetőségek tárháza, ahol aztán majd a piacon el tudnak helyezkedni. Szeretném megköszönni a figyelmet, és keressetek minket a Facebookon is. Sziasztok!